Sziasztok, fékes lányok! Üdv a csatornámon! Régóta nem volt videó, ezt tudom, és ne haragudjatok. Viszont, ahogy a mai videó is bemutatja, nem igazán volt motivációm az elmúlt hetekben, napokban arra, hogy leüljek és csináljak egy videót, úgyhogy eldöntöttem, hogy ahogy én visszaszereztem a motivációmat, az lehet, hogy nektek is segít, mert nagyon sokszor az, hogy valamit az ember megcsináljon, ahhoz egyetlen egy dolog kell, mégpedig az, hogy elkezdje. És nagyon sokszor az ember nem tudja magát rávenni arra, hogy elkezdjen valamit, nem azért, mert úgy érzi, hogy nem megy neki, vagy nem azért, mert úgy érzi, hogy nem képes rá, csak szimplán nincs motivációja. És fontos itt kiemelni azt, hogy az életben vannak olyan időszakok, amikor mondjuk valamihez nincs kedvünk, vagy valamiről úgy érezzük, hogy most túl sok lenne. És ezzel nincs semmi baj, hiszen akár most legyen szó tanulásról, munkáról, tök mindegy, hogy miről, nagyon sokszor lesz olyan, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt most nem tudom megcsinálni. Csak az a baj, és az én szituációmban is ez volt a baj, hogy hétfőn nincs kedvem, kedden nincs kedvem, szerdán nincs kedvem, és amíg mondjuk csak egy-egy napról beszélünk, hogy nincs kedvem, addig azt mondom, hogy oké, mert mindenkinek vannak rossz napjai. De amikor hetekig tart az az állapot, hogy az ember nem tud leülni, egy szakdogát megírni, egy videót felvenni, egy tételt megtanulni, egy házi feladatot megírni, ott már sajnos többről van szó, mint hogy egy rossz napom van, és nem volt kedvem ezt és ezt csinálni, és azért döntöttem el, hogy akkor, ahogy nekem sikerült visszaszerezni a motivációt, úgy akkor ezt bemutatom nektek is. Mert én ezt a gimi alatt is nagyon sokszor használtam, ezt a fajta módszert, és már volt több videóm is arról, hogy hogyan lehet visszaszerezni a motivációt. A mai videóban viszont egyetlen egy dolgot fogok csinálni, és ez egy olyan dolog, amit bárki meg tud csinálni, függetlenül attól, hogy miről van szó, mi az, amire nem motivált, vagy mi az, amit szeretne elérni, de nincs hozzá motiváció. És nagyon egyszerű, mert az egyetlen egy dolog, jó, igazából két dolog kell hozzá. A két dolog, ami kell hozzá, az egyik, az egy ceruza toll bármi, a másik pedig egy darab papír. Mert a mai videóban azt fogjuk csinálni, hogy amikor te nem vagy motivált, akkor nem azért nem vagy motivált, mert nem hiszel magadban, vagy nem azért nem vagy motivált, mert úgy érzed, hogy nem tudod megcsinálni azt az adott dolgot, hanem azért nem vagy motivált, mert elfelejtetted azt, hogy miért kezdted el az elején. És ha belegondolsz abba, nem véletlenül kezdtél el tanulni, nem véletlenül kezdtél el abba az iskolába járni, nem véletlenül kezdtél el azon a munkahelyen dolgozni, ahol most dolgozol. Valamilyen célod volt. És ugye van ez a mondás, hogy az önfegyelem az többet ér, mint a motiváció. Ez azt jelenti, hogy amikor van egy célod, akkor te kitűzöd magad elé, hogy év végén szeretnél 5-0-0 átlagot. És szeptember 1-én nagyon motivált vagy, viszed a füzetet, szövegkiemelőt, laptop, mindent, te 5-0-0 leszel. Viszont amikor elérkezik mondjuk ugye az október-november, akkor az ember ugye elfárad. És akkor már nem ég benne annyira ez a motiváció, mint ami szeptemberben. A cél az ugyanaz, de a motiváció az sajnos valahogy úgy elmarad útközben. Viszont ha valakinek van önfegyelme, akkor tudni fogja azt, hogy oké, a motiváció az egyik nap nagyon sok, a másik nap semmi. Az önfegyelem viszont minden nap ugyanaz, mert minden nap leülsz, minden nap tételt tanulsz, minden nap odafigyelsz órán, és akkor meg lehet az 5-0-0-ás átlag. És amikor nincs motivációd, akkor nagyon egyszerűen vissza tudod szerezni azzal, hogyha leírod erre a papírra, hogy miért kezdted el. Most nyilván ez a papír üres, de hogyha veszel magad elé egy üres papírt, és leírod azokat a kulcs szavakat, amik arra fognak téged emlékeztetni, hogy te miért kezdted el ezt az egészet, a kezdetektől fogva, és ezt a papírt nézed, akkor rá fogsz jönni arra, hogy oké, november van, én szeptemberben azt a célt tűztem ki magamnak, hogy 5-0-0 leszek. November van, fél évzárás van, egy hónap múlva, miért most adnám föl? És néha ugye az ember elkezd valamit, és azt hiszi, hogy ez a dolog ez majd így fog jönni. Nyilván nem így jönnek a dolgok. És amikor ez a dolog ez nem így jön, akkor az ember szomorú lesz, és azon gondolkozik, hogy
Lehet, hogy mégse kéne ezt a célt kitűznöm magamnak, mert nem fogom elérni. De akkor szeretném azt, hogy fogd meg ezt a papírt, és írd le azt, hogy miért kezdted el. Miért kezdted el, hova szeretnél eljutni, hogyan szeretnél oda eljutni, és mi kell ahhoz, hogy te arra a helyre eljuss. És ezt a papírt, ezt így rakd ki az asztalodra, és nézegesd minden nap. Mert én leírtam egy papírra mindent, ott van az asztalomon, és akárhányszor úgy érzem, hogy hazajövök, és nincs kedvem szakdolgát írni, nincs kedvem videót felvenni, akkor csak ránézek a papírra. És azok a szavak leírva, hogy nem tudom, diplomát akarok. Nyilván a diplomához az kell, hogy megírjam a szakdogámat. Ahhoz, hogy megírjam a szakdogámat, motiváció kell. Viszont, ha nem látom magam előtt a célt, akkor igen, nagyon nehéz, mert akkor megkérdezem magamtól, hogy igazából miért csinálom? Tehát miért akarok szakdogát írni? Senki nem akar szakdogát írni, de aztán eszembe jut, hogy diplomát szeretnék. Miért szeretnék diplomát? Mert 2020-ban az az énem, akinek minden álma az volt, hogy korvinuszos legyen, dögire tanulta magát azért, hogy fölvegyék. Fölvettek, egyetlen egy dolog választ el attól, hogy megkapjam azt az álmomat, hogy legyen egy közgazdász diplomám, a szakdogám. És konkrétan nincs motivációm arra, hogy megírjam. Mert nincs motivációm? Mert a folyamat alatt, amióta tart ez az egész, a motivációm az elhalt. És az önfegyelem az viszont valamilyen szinten még itt van, valamilyen szinten viszont nincs. Viszont ahhoz, hogy az önfegyelmet visszatudjam irányítani motivációba, ahhoz látnom kell azt, hogy a kezdetekben miért kezdtem el. És higgyétek el, azzal, hogy leírjátok, nagyon-nagyon sokat fog segíteni, mert akkor emlékeztetitek magatokat arra, hogy oké, a célom az az, hogy legyen egy diplomám. Emlékszem, hogy amikor 16 éves voltam, éjszakákba tanultam magamat azért, hogy felvegyenek a Corvinusra, az az énem most azt mondaná, hogy ember, minek tanultam 16 évesen annyit, ha 22 évesen nem vagy hajlandó leülni, megírni egy szakdogát. És a 16 éves énem jogosan van kiakadva, mert ha most nem csinálok meg valamit, akkor minden, amit annó csináltam, mehet a kukába. Mert minek tanulta magát a 16 éves énem halára, hogyha most arra nem vagyok képes, hogy leüljek és megírjak 3 oldalt. És akkor olyankor a 16 éves énem odajön hozzám, és azt mondja nekem, hogy figyelj csak, emlékezz, hogy miért kezdtük el. Azért kezdtük el, hogy 2024 májusába így fogjam a diplomát, és posztoljak, hogy hú-hú, közgazdász lettem. De ahhoz az kell, hogy most megírjam a szakdogát. Viszont ehhez az kell, hogy emlékeztessem magamat arra, hogy miért kezdtem el, mi a célom, és mi kell hozzá. Mert hogyha a fejembe van, akkor ez egy idő után sok lesz. Egy idő után össze fognak kavarodni a célok, minden nap új célokat tűz ki az ember, minden nap új célokat ér el, akkor azok már nem kellenek. Viszont ha le van írva, és látom magam előtt, hogy oké, ma fölkelek, meg kell írjak 5 oldalt azért, hogy később jobb legyen, akkor sokkal motiváltabb leszek, mert látom azt, hogy miért csinálom. Miért csinálom? Nem azért csinálom, mert nincs jobb dolgom, mint hogy 5 oldalt írjak a Word-be, tömör szövegbe. 8 millió másik jobb dolgom lehetne. De májusban, amikor majd nagy nehezen meg lesz a diploma, és azt mondom, hogy milyen jó, hogy annó december elején ott úgy nagyon megtoltam ezt a szakdogát. És ez nem most fog kifizetődni, hanem majd fél év múlva, meg egy év múlva. És nálatok ugyanez van. Tök mindegy, hogy mi a cél, tök mindegy, hogy mi a motiváció. A lényeg az, hogy legyen egy papírra leírva a miérted, miért akarod, hogyan, mi kell hozzá. És ha megvan a miért, akkor onnantól kezdve minden megvan. Köszönöm szépen, hogy megnéztek ezt a videót. Remélem, hogy hasznos volt, és remélem, hogy kicsit az agyatokat át tudjátok kattintani arra, hogy oké, motivált voltam az elején, de most önfegyelem kell, mert itt vagyunk a hajrában, mert jön a vizsgaidőszak, mert nem most fogom feladni azt, amit szeptember, október, novemberben fölépítettem, nem most fogom feladni, nem az utolsó pillanatban fogok kiszállni belőle, úgyhogy igenis tessék tanulni, tessék dolgozni, amit kell megcsinálni, motivációt visszaszerezni, önfegyelmet fejleszteni. Találkozunk a következő videómban. Sziasztok!